Szervusztok, én Sziki vagyok, és ez a Time to Speak podcast adás második része, amely egy elég megosztó témát fog felhozni, és ez az abortusz. Az abortusz jelentése vetélés. Alapvetően beszélhetünk spontán vetélésről, amikor az anya szervezetének reakciójaként, vagyis természetes úton következik be a vetélés. Valamint beszélhetünk művi vetélésről, amikor külső mesterséges beavatkozás útján távolítják el az anya méhéből a megfogant életet. Bizony élet, mivel a magzat már megfogantatáskor érez. Nálunk Magyarországon a terhesség megszakításnak léteznek törvényes feltételei, illetve amennyiben ezek nem teljesülnek, akkor magzatelhajtásról, törvénytelen abortuszról van szó. A törvényes okok közé tartozik, ha a terhesség az anya életét veszélyezteti, vagy ha a magzatnál élettel össze nem egyeztethető rendellenességet fedeznek fel. Törvényesen kérheti az abortuszt az anya akkor is, ha az élete anyagilag válsághelyzetbe jut. Ha a gyermek apja meghal, az anyának több gyermeke van és nem tud, nem szeretne több gyermeket vállalni. Ha az anya a fogantatás pillanatában kiskorú, illetve ha a terhesség bűncselekmény következménye. A témával kapcsolatosan természetesen nekem is megvan a véleményem, de úgy érzem, hogy nem az én tisztem felett ítéletet mondani, annál inkább a következő filmünkről, aminek a címe Nem terhes. A nem terhes egyetlen pozitív hatása az, hogy a magyar forgalmazó nem baszta el a címfordítását. És ennyi. A film arról szól, hogy másfél órán keresztül bámulhatjuk azt, hogy egy 17 éves lány el akar jutni Albuquerquebe Kolumbiából, ami körülbelül egy 24 órás autóút. Erre azért van szükség, mert teherbe esett, és ezt a helyzetet úgy kezeli, mintha egy általános szépészeti műtétről lenne szó. Persze ez azért nem ilyen egyszerű. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a lány barátja egy nyálas f***. De ne gondoljuk azt, hogy a gazdag kis apuci kedvence miatt akarja megszakítani a terhességet. Bár a srác nagyban hozzájárult ehhez, amikor elárulta, hogy tudta, hogy lyukas a gumi. De nem ezért döntött így. Már egy jó ideje elhatározta, hogy szakítani fognak. De amíg nincs ló, jó a szamár is. Majd miután a srác megtudja, hogy a csaj terhes, egyből megkéri a kezét. A kérdésre a lány nem ad választ, pár nap gondolkodási időt kér, de a gyűrűt elfogadja, amit egyből le is ad az aciba gondolkodás nélkül, hogy el tudjon utazni Albuquerquebe. Illetve, hogy legyen miből fizetni a műtét költségeit. A lány úgy akar eljutni a klinikára, hogy a szülei semmiképp se szerezzenek tudomást az állapotáról. Ezért gyerekkori barátnőjét kéri meg, hogy kísérje el az útra, akivel már megromlott a kapcsolatuk. Ja, és itt az ideje megemlíteni, hogy a terhes lány a menő lány. Az úti társa meg az a lány, akit mindenki cikizik a suliban. És ez a film második mozgatórugója, amiből egy kibaszott nagy klisé kerekedik. Most hadd vágjak be egy részletet, amiben a csaj kiakadt, hogy milyen megterhelő az út. Nem is itt kéne lennem. Nem is kellene itt lennem! Ez, ennek úgy kéne működni, hogy elsétálunk egy klinikára, kinyitom az ajtót, besasszézom és azt mondom, jó napot, a nevem Veronika, a barátom egy hatalmas seggfej, itt van az $500. Igen, kérek egy pohár vizet, nagyon szépen köszönöm, köszönöm, ez igazán kedves öntől, de nem, nem, ehelyett meg kellett tennem pontosan 1602 kilométer kocsival, és ráadásul most itt ragadtam ezen a nyomvat mezőn, a semmi kellős közepén, és a vonat, az a hülye vonat, nem, lassít le! Mi a francért kell szülői beleegyezés ahhoz, hogy valaki elvetesse a gyerekét, de ahhoz nem, hogy a világra hozzon egyet! Baszd meg, Missouri állami törvényhozás!
És nem ez a legidegesítőbb az egészbe, hanem az, hogy amikor elérnek a klinikára, akkor olyan, mintha a mennyországba jutottak volna el. A film megtekintését senkinek nem ajánlom. Jó, és HBO, a kur...